Üdvözlök mindenkit! A mai nap gépet fogunk építeni, ugyanis PC Building Simulatorral fogunk játszani. Én azt mondom, hogy menjünk FreeBuildbe, és ott építünk egy gépet. És majd megnézzük a karriert egy másik videóban. Szóval itt is volnánk, ugye. Itt már én megcsináltam egy gépet, úgymond, ez itt a én gépem idézőjelbe. Hát mondhatjuk annak. És akkor itt van egy gép, ezt majd most megcsináljuk. Szóval vágjunk is bele. Azt hiszem, hát akkor először ezt itt lecsavarozzuk. Oké. Hát akkor kezdjük az alaplappal, legyen benne, nem tudom. Szétnézünk egy... Legyen egy... Rockstrix X470. Hoppá, akkor Rockstrix... Ez marad a Rockstrix. 40, oké. És... wow! Elég érdekes gépház meg kell hagyni. Megcsináljuk. Szerintem lehet majd ezeket a csavarozásokat, hát kicsit meggyorsítom, majd meglátom. Jó, akkor benne is van az alaplap. Nagyon király, akkor... Nézzünk... egy processzort. Legyen Intel. Ugye akkor ehhez nem lesz jó az Intel, jól van a, nagyon jó. AMD. Legyen Ryzen 9. Úgy ne. Becsuktam, igen. Jó, akkor tegyünk rá akkor egy pasztát. Nem, de itt azt törüljük ki, nem. Oké, okay. De pöttyintünk egyet, nagyon jó. Akkor... hát ventilátor az jó kérdés, melyik legyen? Mármint ugye, ami a processzor felett van. Hát nem kéne valami bengát, buregát választani, bár hát... jó lesz ez, mert egy kicsit ez is nagy, de... jó, elfogadjuk, jó ez. Oké... jó, akkor megyünk tovább. Videokártya. Lehet le kéne vennem a hátoldalát ennek a szerencsétlen gépnek, én azt gondolom. Leveszem. Oké. Valami jó komolyat, masszívot. GeForce, de... legyen a Vulkan, akkor... oké. Okay.
SSD-t, nem teszünk kizét, HDD-t, SSD-t teszünk. Az viszont... Jó lesz Corsair. Oké. Bár lehet tenni kéne HDD-t is, mert magában ez az SSD kevés lesz, de... jó, jó lesz így. Oké, okay. Hát táp, ne feledkezzünk meg tápról, arról még, ezt még nem is tettünk bele. Hát... legyen Corsair. Megfordítom, ah, itt a tápunk, jó. Oksi, ez is megvan. Hoppá, mellé kattintottam. Új, nagyon jó. Még ha való életben is ilyen könnyen mennének a kábelek, a fejünk se fájna. Oké, akkor ez a része megvan. Akkor... Lehet még, hogy kéne valamit tenni, vagy... Hát igen, videókártya van. Ja, hát igen, RAM-ot azt még nem is tettünk. Hát keresünk egy... adata legyen. Legyen egy 8 gigás. Várjunk csak. Lehet, le kéne addig szedni. Nem is értem, hol gondolok, hát... Eleve szerintem ezt nem tudom úgy betenni, mert ugye itt van rajta a... Gyorsan ledobjuk egyelőre, majd vigyább összetesszük. Buta ötlet volt, amit még nem is tettünk bele, azt teletesszük majd 8 gigással. Vagy csak kettő van? Nem. Még van. Ó, teszünk még akkor. Még most már állt. Oké, ó, még mehet egy. Így, né, oké. Akkor... akkor még lepasztázzuk. Úgy, egy kis pötyi oda. Akkor innen... Hát ez nagyon hatalmas, ez nem jó. Kicsit kisebb. Igen, az a hatalmas borega, de hát... lehet, nem tudom, ez lehet, hogy jó lesz, de... lehet, hogy közben meg hatalmas hülyeséget tettem, hogy ezt ráraktam, de majd kiderül. Jó, és azt nem tudom, hogy... szerintem amit lehetett, az mindent raktunk be a gépbe. Az egy ára is van. Szerintem csak ezt össze kell tákolnunk. Én azt mondom. Majd bekössük szépen. És meglátjuk, hogy mire... hogy mit is sikerült össze kovácsolnunk. Hát ezt így, hogy ebből a gépház az úgy jóval másabb, mint a megszokottak, amiket én láttam eddig. Igen. Jó nagy. De érdekes. De akkor a gép maga megvan.
akkor ilyen megoldjuk az operációs rendszer problémát. Mi azt is kerítünk le, de még előtte a csatlakozókat, még amit maradtak, azokat bekötöm. A perifériát. Úgy, nagyon jó. Rendben. És akkor még egy USB-t. Sima USB is megteszi. Úgy oda be. Jó. És akkor mehet is. És kész is van a gép. Oké. Hát én maximum... Szerintem, hogy nem fogunk bekapcsolni, mert hatalmas copyright strike-ot kapnánk, szóval ezt kihagyjuk. Esetleg a lightningot letöltöm neki. Nem akartam újra kapcsolni, nem baj. Akkor most már mindegy. Vírus csak nincs rajta, mivel most raktuk össze, ez érdekes is lenne, de azért nem árt, hogyha... Nem, megnézzük. Hát végül is nem sok kergép és cucc van benne. Nem baj, jó lesz az pirosom. Vírus scanner, igen. Akkor még egyszer újraindítjuk. Oké. Okay. És nincs rajta semmi, nagyon jó. Én ezt viszont ki is kapcsolom. Ready to boot. Bootolni, hát... Nem bootoljuk, ezt tesszük is el. Meg is fogom így. Ide becsomagolom. Ugyan, oda. És kész. Ezt megvan egy dobozunk. Azt esetleg még, hogyha... Ja, hogy ezt így le kell... Jó, oké. Okay. Jó. És akkor szerintem most egyelőre ennyi. A free build-del meg vagyunk. Csak egy gépet raktunk össze. A játék amúgy szerintem nagyon jó. Következő részben szerintem megnézzük majd a karriert, hogy milyen. És szerintem ennyi. Találkozunk legközelebb. Én Atex voltam. Sziasztok!